A szót Dúró Dóra képviselőasszonynak, parancsoljon. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Ez a javaslat hasonlóképpen botrányos, amilyen botrányos az Egyesült Balliberális Tömb parlamenti viselkedése is. Senkit, semmilyen magasztos elv egyáltalán nem vezérel, nem vezérli az ellenzéket sem, és nem vezérli a Fidesz sem akkor, amikor a ház méltóságáról esik szó. Mindenki csupán a saját hatalomtechnikai érdekeit tartja szem előtt, és ez a javaslat egyébként beleilleszkedik abba, amit az elmúlt 9 évben is a házban mind a balliberális ellenzék, mind a Fidesz elkövetett. Eddig is valóban igaz az, hogy kiüresítették a plenáris üléseket, és egyre inkább hol a bizottságokba száműztek nagyon fontos érdemi vitákat, legyen szó például magukról a részletes vitákról. Régen az országgyűlés a plenáris ülésen folytatta le a részletes vitákat is, most már ez is a bizottságok feladatkörébe tartozik. Számos beszámoló most már nem kerül a plenáris ülés elé, hanem bizottságokban folytatják le ezt. A Mi Hazánk mozgalom képviselői minden ilyen esetben elvből nemmel szavaznak, hogy ne delegáljuk bizottságokba nagyon fontos kérdéseknek a megtárgyalását. De a legdurvább kiüresítés és a nyilvánosságnak a korlátozása az volt, amikor a TV közvetítéseket megszüntették, hiszen onnantól kezdve az országgyűlés nyilvánossága csak részlegesen valósul meg. De nem csak eljárási kérdésekkel üresítik ki az országgyűlést, hanem bizony azzal is, hogy rendszeresen nem válaszolnak egész egyszerűen ellenzéki képviselők felvetéseire. Vagy olyan választ adnak, aminek tartalmilag semmi köze nincsen a kérdésben elhangzottakhoz, vagy egész egyszerűen nem válaszolnak. De azt a gyakorlatot is meghonosították, hogy válaszolnak természetesen a vita legvégén előterjesztőként, amikor már nincsen lehetősége reagálni a vitában résztvevő képviselőknek. Tehát ha komolyan vennék azokat a magasztos elveket, amelyeket hangoztatni olyan szépen tudnak, akkor valójában ezeket a joggyakorlatokat befejeznék, és érdemi vitákat folytatna az országgyűlés. A tekintetben pedig, hogy kinek mekkora a felelőssége abban, hogy idáig jutottunk el, érdemes lenne mindenkinek a saját házatáján söprögetnie legelőször, és magába szállnia, hogy miért alakult ki az a helyzet, ami kialakult sajnos 30 évvel az úgynevezett rendszerváltozás után. Ez a javaslat tovább megy ezen az úton, ugye most már a társorozatba vételi vitáknak sem lesz lehetőségünk, még ilyen 2 perces hozzászólási lehetőségekkel sem lefolytatni a plenáris ülésen, még ezt is sajnálják majd az ellenzéki képviselőktől, hogy 2 percben itt hozzászólhassanak, olyankor egyébként, amikor önök jelen sincsenek ezeken a vitákon, hozzá sem szólnak rendszerint ezekhez az előterjesztésekhez, de most már ezt a jogot is megvonják az ellenzéki képviselőktől. Fontos arról is szólni, hogy az a viselkedés, amit mi itt, mindannyian képviselők tanúsítunk az országgyűlésben, az bizony normaként szolgál, vagy legalábbis normaként kellene, hogy szolgáljon a honfitársaink számára. Azt már ki sem merem mondani, hogy példaként kellene eljárnunk, és példát kellene mutatnunk, mert láttuk azt, hogy az önkormányzati választási kampányban mik derültek ki, mind egyébként balliberális politikusokról, mind fideszes politikusokról, de az, hogy mi mit tartunk normális viselkedésnek, hogy hogyan kell egy nézeteltérést kezelni, hogyan kell a konfliktusainkat kezelni, az bizony hatással van az egész magyar közéletre. Az, hogy mi itt lövöldözünk, szétverjük a berendezést, vagy egymás arcába dudálunk, az bizony nagyon fontos üzenet az egész társadalom felé. És ezért lenne a legjobb, hogyha nem is kellene arról beszélni, hogy hogyan kell viselkedni a tisztelt ház üléstermében, hanem egy konszenzus alakult volna ki a tekintetben, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem engedhető meg ezen ház falai között. 2 mozzanatot ki kell emelnem e tekintetben, az egyik a trágárság megjelenése, a másik pedig a konfliktusoknak, a nézeteltéréseknek a rendezése, hiszen ez az a 2 kulcspont, ami ennek a törvénynek a megszületéséhez vezetett. A trágárság tekintetében sajnos vissza kell nyúlnunk az Összödi beszédig, hiszen e tekintetben is ez egy fordulópontot jelent a magyar politika történetében, hiszen ez volt az a pont, amikor olyan tömeges mértékben megjelent egy beszédben, és olyan tömegeket elért a trágárság egy politikus szájából, nevezetesen éppen Magyarország miniszterelnökének, akkori miniszterelnökének a szájából, amely alapvetően elindította azt a züllést, aminek a kicsúcsosodása, vagy a legutóbbi megjelenése
megjelenése Hatházi Ákos elfogadhatatlan trágár kifejezéséhez vezetett itt a plenáris ülésen. De itt is söprögethetnének a saját házuk táján is a fideszes képviselők. Gondoljunk csak el Simon Lászlónak a verseire, amit fel sem mert olvasni a tisztelt házban, amelyet egyébként állami támogatással adtak ki éppen akkor, amikor Hiller István volt a miniszter. De a szolnoki polgármesternek az esetét is érdemes itt feleleveníteni, ami szintén rendkívül kellemetlen lehet a kormánypárti képviselők számára is. Lassan odáig is eljutunk, hogy 16-os karikát kell kitenni a parlamenti közvetítésekhez, vagy néhány felszólaláshoz, vagy táblamutogatáshoz. Semmiképpen nem lehet ez az irány, amelyet követnünk kell. Hatházi Ákosnak az esete ráadásul azért is különösen felháborító, mert ő nem is egy indulatból történt az ő cselekedete, hanem ő előre megfontolt szándékkal, otthon végig gondolva, kinyomtatva, behozva ide azt a táblát, gondolta úgy, higgadtan, megfontoltan, hogy ez helyén való lehet a Magyar Országgyűlésben. Nem arról volt szó tehát, hogy itt valami olyan rendkívüli esemény történt, amin a képviselő annyira felzaklatta magát, hogy kicsúszott a száján valami trágár beszólás, hanem ő ezt végig gondolta és előre megfontolt szándékkal hozta be ide. A konfliktusoknak, vagy a nézeteltéréseknek a rendezése kapcsán is nagyon sok mindenben mind a két oldalnak azért magába kellene nézni. Az elmúlt néhány órában is, ahogy követtem a vitát, nem tudtam eldönteni, hogy itt óvodás gyerekeknek a civakodása, vagy az országgyűlés plenáris ülése zajlik. És sajnos a december 12-i esetek kapcsán is, hogyha mindenki elgondolkodik azon, hogy eltűrnénk-e óvodás gyerekektől például azt, hogy úgy rendezzék a konfliktus, hogy beledudálunk a másik arcába, akkor nyilvánvalóan nem tűrnénk el ezt tőlük, de az ellenzéki képviselők mégis azt gondolták, hogy ez norma lehet az országgyűlés üléstermében, és ez a magatartás itt megengedhető. Nem engedhető meg sem az ellenzék részéről, sem a kormánypárti képviselőknek a részéről. Talán az egyik legdurvább része ennek a javaslatnak az az, amikor azt indítványozzák, hogy lehessen mások helyett a szavazatot leadni. Ez valami olyan egészen elképesztő, amire nagyon nehéz tényleg szavakat találni, hogy bárki komolyan felveti annak a lehetőségét, hogy a mandátumoknak a sérthetetlenségét és az egyenlő mandátum elvét ilyen durván sértő javaslatot beterjesztenek. Tehát amikor az ember elgondolkodik azon, hogy a közéletben olyan embereket tudnak támogatni, vagy olyan szerződéseket tudnak még mindig kötni, amelyben Ceglédi Csaba bárkit is átvilágít, akkor ehhez hasonló abszurdumnak tudom azt minősíteni, amikor önök meg azt gondolják, hogy majd itt mások helyett lehet szavazni. Eleve kivitelezhetetlen nagyon sok esetben, és egyébként a vitáknak az újabb kiüresítéséről árulkodik, hiszen az, hogy mi elsősorban és alapvetően törvényhozók vagyunk, ebben a minőségünkben senki és semmi nem korlátozhatja egyetlen képviselőtársunkat sem. Egyébként az bárhogyan viselkedik, bármit csinál, akár itt a plenáris ülésteremben, akár bárhol máshol az ő közéleti szerepvállalásai idején. Például egy interpellációnál képzeljük el, hogy elhangzik egy ellenzéki interpelláció, ugye nem predesztináljuk előre azt, hogy az ellenzéki képviselő biztos, hogy nem fogja elfogadni a kormánypárti választ, hiszen azért azt a jó hiszeműséget feltételeznünk kellene, hogy nem előre elrendelt mindenkinek a szavazata, hanem mérlegeli természetesen, majd az egyperces válasz idején kellene akkor meghozni azt a döntést, hogy valaki az ő nevében milyen szavazatot fog leadni. Ráadásul elvileg még ugye azt sem tudhatja előre, hogy elfogadja-e egyáltalán a választ a kérdező. Tehát ilyen technikai nehézségek is adódhatnak, túl azon, hogy nyilvánvalóan alaptörvényellenes, ahogy egyébként meggyőződésem szerint az is alaptörvényellenes, hogy a bizottságokban két kézzel szavaznak. De egészen elképesztő, és amikor arról beszélnek, hogy ez egy munkahely, akkor nem bővíteni kellene ezeknek a lehetőségeknek a körét, hanem megszüntetni ezeket a lehetőségeket, hogy ott is más helyett adják le a szavazatot. Hát mi történik akkor, hogyha éppen kiegészítik a napirendet valamivel egy bizottsági ülésen úgy, hogy ez előre nem látható módon történik, hanem ott helyben nyújtják be a napirend módosító javaslatot, arra vonatkozóan nyilvánvalóan nem fognak tudni megbízást adni, és sorolhatnám azt, hogy hány logikai bukfenc fog adódni abból, amit itt most beterjesztettek.
Hogyha egyenlő mércét szeretnénk felállítani minden egyes képviselőre, akkor nem az a megoldás, hogy a nyilvánvalóan elfogult és az egyik párthoz tartozó házelnök kezébe fogjuk adni a döntésnek a lehetőségét. Hogyhogy nem, a házelnök az ellenzéki képviselőknek nagy részénél már állapította meg azt, hogy ők olyan mértékben megsértették a ház tekintélyét, hogy ez büntetést érdemel, de hogyhogy nem, kormánypárti képviselővel még soha ilyen meg nem történt. Hát nyilvánvaló ebből az arányból is, hogy itt nem egy pártatlan, az országgyűléstől egyébként független testület döntéséről van szó. Hogyha megfogadnák egyébként bármelyik oldal részéről a Mi Hazánknak azt a javaslatát, hogy töröljük el a mentelmi jogot, akkor valósulna meg a törvény előtti egyenlőség valójában. Akkor a politikusok, az országgyűlési képviselők nem csak egymással lennének egyenlők, és a független igazságszolgáltatás előtt kellene felelnie mindenkinek azért, amit mi akár itt cselekszik, akár bárhol máshol cselekszik, hanem ki tudnánk küszöbölni azt is, hogy egyébként más állampolgárokat nem illetnek meg olyan privilégiumok, amik még a múlt századból itt maradtak, de egyébként semmilyen funkciójuk ma már nincsen, sokkal inkább lett a politikus bűnözésnek a melegágya a mentelmi jog. De ne pénzmegvonással próbálják meg megrendszabályozni az egyébként milliárdos Gyurcsány Ferencet, mert ő neki valószínűleg meg se fog kottyanni, hogyha akár egy évi tiszteletdíját megvonják, nem lesz semmilyen hatással rá, viszont már régen börtönbe kellett volna önöknek is juttatni. És az arról a pontról szintén szólnom kell, amikor a közintézmények látogatásának lehetőségét korlátozzák. Értem azt, hogy nem teheti meg azt egy képviselő, hogyha ő úgy gondolja, hogy most ellenőriz egy közintézményt, akkor azt mondja, hogy ő beköltözik oda, és a ciklus hátra levő részét majd ő ott tölti, mert ő ellenőrizni szeretné. De ez nem ok arra, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsük. Mi az az alapelv, aminek érvényt kellene szerezni? Az, hogy egy ellenzéki képviselőnek is, és egy kormánypárti képviselőnek is legyen érdemi lehetősége arra, hogy a közpénzből működő intézményeket érdemben ellenőrizhesse. Ezért ezt az ellenőrzési jogosultságot biztosítani kell számára, úgy is, hogy ne előzetesen egyeztetett időpontban mehessen csak be egy közintézménybe, amikor egy protokolláris beszélgetésen majd részt vesz, és egyébként felkészülnek minden egyes részében az intézménynek arra, hogy az ő látogatásakor minél jobb képet fessenek magukról. Mert így valójában ez fog történni. A képviselő innentől kezdve nem fogja látni a valóságot. És ennek az ellenőrzési jognak éppen az a lényege, hogy a képviselő a valóságot megismerhesse ezekben az intézményekben. Számos alkalommal éltem én magam is az intézménylátogatás lehetőségével, gyermekotthonokba, iskolákba, egyéb intézményekbe is tettem látogatást, és bizony egész más az a helyzet, amikor az ember nem előre egyeztetetten érkezik meg, természetesen udvariasan, megvárva akár az intézményvezetőnek a kötött programjait, de a hétköznap valóságát meg tudom figyelni, vagy az, amikor előre bejelentkezve, 3 hétre előre ma adnak időpontot, bár megjegyzem, vannak olyanok, akik nem is adnak semmikorra időpontot, és ezzel kapcsolatban nincsen szankció, hogy ők nem tájékoztatják megfelelően az érdeklődő képviselőt, mert bizony ilyenkor olyan suttogó hírek is eljutottak hozzám, hogy előző éjszaka vittek be például bútorokat az adott intézménybe, hogy úgy tűnjön, mintha azok mindig is ott lettek volna. Tehát innentől kezdve normális körülmények közötti ellenőrzésre, a valóság normális körülmények közötti megismerésére sem lesz lehetősége egyetlen képviselőnek sem. Tehát összefoglalva azt tudom elmondani, hogyha akár az Egyesült Balliberális Tömb, akár a Fidesz komolyan gondolná azt, hogy a házméltóságát meg kell óvni, és egy olyan közéletet teremtenénk meg, amelyben a képviselő valóban tud normális körülmények között az ellenőrzési jogaival élve, a hozzászólás jogával élve az ő feladatait ellátni, akkor ez a törvény elénk sem került volna, nem ilyen botrányos körülmények között tárgyalnánk, és nem ilyen botrányokra adott válasz lenne mindez. A valódi megoldást pedig a mentelmi jog eltörlése jelenteni, amit egyedül a Mi Hazánk mozgalom képvisel a magyar közéletben. Köszönöm a figyelmet!